tudom, hogy ez elég általános kérdés, de hogyha meg kéne fogalmaznia, hogy miért fontos a tánc, vagy miért fontos az, hogy a fiatalok táncot tanuljanak, akkor mit mondaná? De nagyon összetett kérdés, és akkor nagyon összetett válasz, mit mondaná? Mert rengeteg dolgot lehet tanulni, tapasztalni a táncon keresztül. A tánc nem csak egy mozgásformátum, hanem mivel társas táncról van szó, egy közösségi életforma. Közösség úgy, hogy két ember között, és közösség úgy, hogy emberek, tehát párok között. Az első pillanattól figyelni kell önmagamra, figyelni kell a partneremre, és figyelni kell a környezetemre, érzékelni kell. És úgy hiszem, hogy ezzel már a bonyolultságát már el is magyaráztam. De ez ilyen értelemben magához a tánchoz, a mozgáshoz, amit most mondott, az nincsen köze? Tehát csak a tovább gondolása? Nem. Konkrétan köze van, mert az egyik az, hogy én viccesen azt szoktam mondani, hogy az iskolában, hogyha valaki beül egy órára, matekra, történelemre, magyarra, biológiára, akkor csak a fejét használja. Ha használja. Tehát, jó esetben. Igen, tehát azt jelenti, hogy csak a fejével kell gondolkozni, vagy olvasni, és megjegyezni, és mással nem foglalkozik. A táncnál, a mozgásos dolgoknál a fejével is kell, mert meg kell jegyezni, hogy mit mondtak, meg kell jegyezni, hogy mit kell csinálnia, és utána irányítani, parancsolni kell a testének. Tehát sokkal bonyolultabb kapcsolat van a táncnál, mint mondjuk egy mateknál vagy egy történelemnél. Nem lenézendő természetesen, mert annak is megvan a saját nehézsége, de sokkal bonyolultabb, és a mai világban egyre jobban érzékelem azt, hogy az embereknek nincs testtudata, tehát nem tudják a testüket használni, irányítani. Azért ezek kellenek bizonyos képességek, nem? Ritmusérzék, nem tudom, esetleg hallás, valamilyen adottság, hogy az ember tudjon táncolni. Persze nem feltétlenül kell mindenkinek versenytáncosnak lennie, csak hogy sikerélmény érje. Vagy ez annyira is fontos? Hogy mondjam, kedves mesternőm, akit szerintem biztos, hogy itt a kerületben nagyon sokan ismernek, Balázsné Menyánszky Henriett volt, és ő azt mondta, hogy természetesen jó, hogyha van tehetség, adottság, de szorgalommal sok mindent lehet pótolni. És ez ténylegesen így van. Természetesen más az, hogyha valakinek egy jó adottsága van, tehát testileg úgy van felépítve, hogy könnyebben tud dolgozni. Természetesen megfoghatatlan, és egyben tulajdonképpen mondjam így, az emberek között elényt képez az, akinek tehetsége van. De ez mindenben így van, ez a igen, tehetség, persze, ez nem csak táncban, hanem mindenben, de hogyha valaki szorgalmas, akkor biztos vagyok benne, hogy meg tudja csinálni. Nekem van egy ilyen kis szlogenem, hogy esetlegesen bármit az életbe kiválaszthatunk mintának, egy menő sportolót, vagy esetlegesen egy zenészt, és akkor elmondhatjuk azt, hogy mondjuk Mozartból nem lett volna Mozart, hanem Mozart lett volna. Ez ugye furcsán hangzik, de mit jelent? Hogy hiába volt egy Isten adta tehetség, esetlegesen jó adottságai voltak ahhoz, hogy a zenével foglalkozzon, ha nem lett volna kitartás, hit magába, gyakorlás, és az a fajta hit, hogy amit ő neki mondtak a tanárai, azt valamilyen formátumban magáévá kell tenni, természetesen továbbfejleszteti, magáévá kell tenni, és gyakorolni, gyakorolni, gyakorolni. Jó, akkor inkább úgy kérdezem, hogy mivel hogy nem feltétlenül fontos az, hogy mondjuk aki táncot tanul, az a tánc módszertja legyen egy idő után, hanem ez kicsit egy ilyen általános műveltség része az, hogy tudjunk bizonyos társas táncokat? Igen, mindenképpen, mert tulajdonképpen két ember között, és itt most maradjunk abban, hogy két külön nemű ember között, a férfi és a nő között, az egyik kapcsolatteremtő a tánc. A táncon keresztül tanulja meg
hogy a férfi és a nő egymással, hogy hogyan reagálnak egymásra, hogyan tudnak együtt dolgozni, mit kell a férfinek tenni ahhoz, hogy a nő tulajdonképpen kellemesen érezze magát, és ő is kellemesen érezze magát, és fordítva. Ez nagyon-nagyon fontos dolog, és természetesen emellett még van egy olyan, ami a fiatal nemzedéknél mindig probléma, hogy amit nem ismerünk, attól félünk. Ha megismerjük, és foglalkozunk vele, akkor rájövünk arra, hogy hoppá, ez sokkal egyszerűbb és sokkal jobb, hogy én ismerem, mint hogy kimaradok belőle. Ez ugyanúgy a táncnál is, és ugyanúgy a viselkedésnél is, ami szorosan a társas tánchoz kapcsolódik, ugye úgy mondják, hogy az illem, tánc és illem tanár, az illem, a viselkedés, ez egyszer mindig változó, folyamatosan képlékeny változik az életbe, de meg kell tanulnunk. Ahogy megtanuljuk, ugye példaként mindig azt szoktam mondani, hogy a kisgyereknek meg kell tanulni, hogy a piros lámpánál nem megy át, csak a zöld lámpánál. És az hibás az a szülő, aki átviszi a piros lámpánál a kisgyereket. És sajnos egyre több ilyen szülőt lehet látni, hogy na gyere, nem jön senki, menjünk. Sietünk. Igen, sietünk. Sokkal nagyobb kárt okoz a gyereknek, mint amennyi előny az, hogy most netántán lekéstünk valamiről, vagy előbb érünk oda esetlegesen, ha átmegyünk. Mert a gyerek megszokja azt, hogy szabályokat nem kell betartani. És azt a gyereket idősebb korban úgymond korlátozni, vagyis a szabályok betartására ösztönözni sokkal nehezebb, mint ha valaki megszokta azt, hogyha bemegy egy helyre, mint ahogy a gyerekeimmel kiskorukba foglalkoztam, bementünk a közértbe, köszönjetek. Mindegyik köszönt, nem köszöntek vissza. És akkor csodálkoztak, és akkor mondtam azt, hogy következőleg köszönjetek. Harmadik alkalom után, ha másnak nem, de nekünk köszöntek. De a gyerekek megtanulták, hogy teljesen mindegy, hogy milyen szituáció van, köszönni kell. És ez is egy viselkedési szabály, és ez rengeteg ilyen van, ami a társas életben az egymás közötti életet segíti. Ön úgy tanít illemet, hogy táncot is tanít, tehát ezen keresztül? Természetesen. Alapjában véve a kettő automatikusan összetartozik, mert abban a pillanatban, ahogy én egy nővel táncolok, akkor két különböző ember. Tehát nekem viselkedni, alkalmazkodni kell a hölgyhöz, és fordítva a nőnek, a hölgynek hozzám. És hogyha én nem ismerem, hogy hogyan tudok alkalmazkodni, vagy hogyan tudom rábírni, hogy alkalmazkodjon hozzám, akkor nem tudom megoldani ezt a problémát. És ez mindig élő. Tehát azt jelenti, hogy a tanfolyam keretén belül folyamatosan az órákon mindig a viselkedés automatikusan előtérbe kerül. Tehát, hogyha van egy pozitív dolog, akkor az van kiemelve, hogy íme tessék nézni, hogy ez most milyen jó volt. Vagy, hogyha van egy negatív viselkedés, akkor arra hívom fel a figyelmet, amennyire lehet természetesen nem sértőleg, mert itt nem a sértés... Nem pellengérre állít. Tehát nem a pellengérre állítás a lényeg, hanem pontosan az ellenkezője, hogy a nem megfelelő viselkedés mit okozhat, mit okoz, és próbálja meg megváltoztatni az, aki esetlegesen még nem tudja, vagy nem tudja olyan biztonságosan ezt a szabályt, hogy ne legyen kellemetlen neki. Mert most mi egy kis közösségben vagyunk, lehet, hogy egy kis mosoly jön rá, vagy valami egyéb, de ha kilép az életből, akkor már nem csak mosoly jön egy nem megfelelő viselkedésért. Azon jutott eszembe, hogy amikor én tánciskolába jártam, hogy mondta az illemet, meg fiú-lány kapcsolatot, hogy általános iskolában, hogy pont az a kor, amikor egy fiú, és mondjuk én erről az oldalról tudok beszélni, nyilván nyílik a lányok felé, meg ébredeznek bizonyos gondolatai, vágyai, dolgai, és van ez a, hogy tánciskolába jár, és a lány közel kerül hozzá. Tehát van egy fajta kontaktus is, tehát hogy ezért is fontos lesz, de ugyanakkor meg ott van az a gát, amit a tánc jelent, de közben ott van az, ami, hogy ezzel gyakorlatilag, ami gondolom már ős idők óta így van, hogy ezzel elindul valami folyamat a táncon keresztül, tehát hogy annyira kifejező ez. Pontosan. Tulajdonképpen arról van szó,
hogy az első dolog az, hogy pont amit nagyon jól mondott, hogy meg kell fogni a partnert, ugye? Általában ugye az általános iskola felső tagozatában még sokszor az van, hogy hú, én nem fogom meg a lány kezét, vagy hú, fiú, így úgy, amúgy nem. Persze. És ez semmi másért, csak azért nem, mert hogy a másik meg ne szóljon, hogy én egy lány kezét megfogtam. Szívesen megfognám, de ne képzeljék rólam. Most ezt át kell törni valamilyen formátumban, a gyereknek is, a gyerekeknek is, és nyilvánvalóan nekem is valamilyen úton, módon át kell lépnünk rajta, hogy fogja meg. És az együtt, én azt mondom, hogy az együttmozgás, tulajdonképpen úgy mondhatnám, hogy az összecsengés. Én példaként mindig azt szoktam mondani, hogy akkor, amikor a három tenor elkezd énekelni, vagy most már nem sajnos, mert már az egyik ugye már nincs itt közöttünk, akkor milyen csodálatos az, amikor az a három hang egyszerre megszólal. Vagy uram, bocsánat, próbálja meg azt megcsinálni, hogy egy zongora mellé leül, és egy zongorán egy oktáv hangon megszólaltat két C hangot. És az az összerezgés milyen kellemes élmény. És hogyha ezt megérzi, és ezt megpróbálja átvinni például a táncba, akkor már a tánc kellemes élményé válik, mert az, hogy én együtt dolgozok a zenével, együtt dolgozok a partneremmel, az tulajdonképpen felröpít. Méterekre felröpít a padozattól. Én annak idején, amikor gyerekként általános iskolába jártam, hát nem voltam a legnyugodtabb gyerek. Hozzáteszem, de érdekes módon, amikor például hazavittem egy ötös, tehát mozgalmas voltam. Nem kifejezetten rossz, hanem mozgalmas voltam, és ugye hát a mozgalmas ember az mindig problémásnak tűnik, nehéz esetlegesen sokszor torelálni. Én így tanárként most utólag látom ezt a helyzetet, és tapasztalom is nap mint nap, hogy hogyan kell valahogy lekötni egy olyan emberkét, aki túlontúl aktív, akármilyen területen. És akkor, amikor én például kaptam egy ötöst, vagy kaptam egy dicséretet, és mentem haza a Dózsa-György úton, akkor én úgy éreztem a hazafelé menetelt, minthogyha 2 méterrel az aszfalt felett járnék. Attól, hogy én most egy jó osztályzatot, vagy egy dicséretet viszek haza a szüleimnek. És alapjában véve, ezt azért hozom példaként, mert igazából ezt volna jó, ha valaki megérezné a tánc közben is. Mert ugyanez a kellemes élmény alakul ki, vagy alakulhat ki a tánc közben is, amikor a zenével és a partnerrel együtt. És a probléma pontosan az szokott lenni, hogy ha nem dolgozok együtt a zenének, mert minek, akkor nem jön össze ez a kapcsolat. Ha nem dolgozok együtt a partneremmel, mert megint az, hogy minek, akkor nincs az hullámhoz, hogy együtt legyünk, és nem egy kellemes élmény fog el, hogy hú, de klassz, hanem mi ebből a jó. És én úgy hiszem, talán lehet érezni azt, ugye, akár a tenor hasonlat, tehát a hang hasonlat, vagy akár egy jó cselekedet utáni érzet, hogy mit jelent, milyen kellemes élményt jelent. És hogyha ezt a kellemes élményt el tudja valaki érni a táncon belül, nem kell annak versenytáncosnak lenni, és nem kell mindenkinek versenytáncosnak lenni. Nagyon sok olyan tanítványom volt, és van, akiben nincsenek meg ezek az ambíciók. Ők szeretnek mozogni, szeretnek táncolni, és ami nagyon lényeges, szeretnek együtt lenni. Mert egy idő után kis kellemes társaság kovácsolódik, és együtt mennek el nagyon sok helyre, tehát nem csak táncos helyre, hanem azon kívül is különböző programokat csinálnak, beszélnek egymással. Tehát egy teljes közösség tud kialakulni egy tánciskolán, egy klubon belül is, meg egyébként is.
Mint gondolom, miért van az, hogy manapság persze ez nyilván nem teljesen így van, vagy nem teljesen igaz, de azért van benne valami, hogy egy szórakozó helyen, ahol, vagy egy táncos helyen, ahol fiatalok táncolnak, jobbára azt lehet látni, hogy mintha ez egy ilyen individuális dolog lenne, tehát így egyénenként, vagy körben. Nagyon ritkán lehet látni őt, hogy egy fiú meg egy párosával. Lány, vagy párosával, igen, így kell mondani, hogy párosával táncolnak. Mit gondolom, miért van ez? Hát azt kell mondanom, hogy bizonyos mértékig szomorú szívvel mondom, amit mondok, de sajnos ez van. És most megint kezd kialakulni egy ilyen helyzet, ami nem jó. És nem szabad, hogy bele törődjünk. És nem csak én, mint tánctanár, hanem a társadalom. A társadalomnak nem szabad beletörődnie ebbe. Volt egy olyan időszak, amikor a beat korszak indult, hogy tulajdonképpen a társastánc majdnem megszűnt. Mert nem kell oda tanulni. Odaállok és rázok. Nem kell oda partner. De most nem is erre gondolok, hogy mert lehet, hogy odaáll és ráz, és nem tanulja meg a társas táncot, de attól még táncolhatnának páros. Van értem, de nem mit tud. Mondok. Én értem, de pontosan arról van szó, hogy maga a tánc stílus, amit csinálnak, tehát itt pont ez a lényeges, hogy az a tánc stílus tűnt el akkor is egy időre, nagyon szűk réteg csinálta, és alapjában véve tűnik el most is. Próbálunk tánctanárként valamilyen formátumban ügyesen belevinni az anyagba ilyeneket. Mert vannak csoportos táncaink, vannak párcserélős táncaink, tehát számtalan olyan jellegű táncos dolog van, ami a mai modernet próbálja követni, és próbál ehhez is alkalmazkodni, hogy én nem akarom megfogni a kezét, de esetleg mégis együtt táncolunk, és valahogy rászorítani a tanítványt arra, hogy ne az legyen, hogy egyedül ráz, hanem ő valakivel vagy valakikkel dolgozzon együtt. És sokkal magasabb élmény az, hogy én egy valakivel, vagy uram bocsánat, 22 valakivel csinálom ezt együtt. Ugye? És ezt valahogy át kell lépni. A mai társadalomban sajnos van egy ilyen újbóli elidegenedés. Hogy egyszer nem tanul meg, mivel nem tud, ezért fél tőle. Nem megy el, de fél tőle, mert jaj, te jó Isten, mi lesz akkor, hogyha én most megfogom a lány kezét, vagy fordítva? De megint az van, amit csinálom? Már mondtuk, hogy ciki. Tehát igen. Csak most nem, nem tudom, általános iskolásoknál, mondjuk fiatal. Igen, igen. Sőt, most már inkább az általános is, mert régen ugye a középiskolások voltak ebbe a korba, hogy önekik volt az én koromban. Alapjában véve nagyon ritka volt az, hogy általános iskolás megtanuljon, tehát járjon társas táncra. Az a középiskolás korosztálynak volt a privilégiuma. Mert akkor érkezett abba a korba, hogy elkezdett érdeklődni a fiú a lány után, lány a fiú után, és valahogy kapcsolatot akart teremteni. Amikor ifjú, túlmozgásos fiatal volt, és még nem tudta így megfogalmazni azt, hogy miért jó a tánc, meg miért fontos, akkor mégis hogyan jött az életébe a tánc? Hát ez egy nagyon érdekes dolog, mert valójában én is középiskolás koromban második gimnazista voltam, amikor beléptem először a 14. kerületbe, a Angol utcába, a Danovia művelődési házba, a tánciskolába. Én a Radnóti gimnáziumban jártam, és ott az volt, hogy minden évben jött a testnevelő tanárnő, hogy gyerekek lehet menni táncot tanulni. És én második ösként kerültem a Radnótiba, és jött a tanárnő, hogy lehet jelentkezni táncot tanulni. A bátyám előző évben volt tánciskolába, hát és én is elmentem. És tulajdonképpen ott ragadtam. De ennek volt egy olyasfajta előzménye, hogy a mozgás az előtte is megvolt az életemben, mert ugyan volt szívemmel probléma a kisgyerekkoromban, és a szüleim védtek hosszú ideig, hogy nem nagyon mozoghattam meg, visszafogottan csináljam a dolgokat, de felső tagozatos koromtól kezdődőleg elkezdtem sportolni. Először gyeplabdáztam, aztán pingpongoztam, asztalitenisztre jártam, jégkorongoztam.
Hát sok mindent, talán ha valaki ismer, azt tudja jól, hogy milyen erős alkat vagyok jégkorongra. De most... tényleg ez, hogy hát az azért nem annyira szofisztikált, mint egy tánc. Igen, távol van. Azt mondja, hogy igen. És akkor mondom, tehát a jégkorongozás azért maradt részben abba, mert jött a tánc. Elmentem táncolni, tanulni, és az első pillanattól kezdve valahogy megfogott. Nem tudom, hogy hogy, miért. De miért ment el? Csak úgy, a bátyám is volt, én is elmegyek, igen. Vagy? Igen. Most természetesen voltak pozitív élmények, hogy nyáron ugye ilyen nyaralás alkalmával volt ilyen táncos est. Pozitív-negatív. A pozitív az volt, hogy ott voltak a lányok ihajcsuhai, és valamit kéne velük kezdeni. A negatív az, hogy te jó Isten, én nem tudok semmit. Uh-huh. Ugye? És valamit szerettem volna legalább megfogni a lánynak a derekát és a kezét. Mindig, hogy legyen rá alkalom. Mindig a nők irányítják a férfi ember életét. És ez fordítva is igaz, nyilvánvaló. És alapjában véve tudat alatt az emberben ez volt meg, hogy hát el kell mennem, meg kell tanulnom táncolni. Mert ez egy kapcsolatot jelent. De az osztálytársaim is, akik jártak lányok táncra, azok ott mutatták a táncokat. És azt mondom, ó, a fene egyebek, én is meg szeretnék tanulni. Nem csak nézni, hanem tudni is. És ez indított el tulajdonképpen engem arra, hogy a sport után, hogy áttértem a táncra, és ott ragadtam a táncon, hogy így mondjam. Jó, de ez még nem feltétlenül kell, hogy azt jelentse, hogy utána tanítsa egy életen keresztül. Nem. Ez természetes, és nem is ajánlom, hogy mindenkinek ez legyen a célja. Sajnos sokszor van olyan, főleg a versenytáncnál, hogyha ő beiratkozott oda, akkor ő neki mindenáron a szent célja az, hogy ő belőle tánctanár lesz, meg így, meg úgy. Nem lesz mindenképpől tánctanár. Nem is kell annyi tánctanár, mert nem is azt mondom, hogy nem tud megélni. Nem biztos, hogy az egyénisége olyan. Attól, hogy valaki szeret táncolni, nem biztos, hogy át is tudja azt adni úgy, ahogy, és nem biztos, hogy úgy tud kapcsolatot esetlegesen teremteni, alkotni más emberrel, ahogy kell, és esetleg neki okoz problémát, nem is a tanítványnak, neki okoz problémát, hogy hogyan keresse a kapcsolatot a másikkal. Én is teljes véletlen volt, hogy tánctanár lettem, mert ugye elkezdtem tanulni, aztán tovább léptem egy magasabb szintre a versenytáncra, és a versenytáncon katonaság után is folytattam, 7 év törés volt az életemben akkor, amikor elvittek katonának, utána is folytattam a versenytáncot, és adódott egy lehetőség, hogy a 80-as évek elején, hosszú idő után indítottak, akkor még Népművelési Intézet volt, most talán MAMI-nak hívják, Magyar Művelődési Intézet, a jogutódja, indítottak társastánc oktatóképzőt. És én már akkor mellette balettoztam, a versenytánc mellett párhuzamosan, ami ugyancsak nagyon jó volt, és szükséges volt, ugye már az említett Henni néninél, hosszú éveken keresztül nagyon sokat segített nekem a táncolásba, a versenytáncolásba is. Nekem nem kellett megtanítani az oktatóimnak, hogy hova tegyem a kezemet, hogyan használjam a kezemet, hogyan forduljak, hogyan vigyem a lábamat. Tehát ezek automatikusan kialakultak a balettban. Természetesen a versenytánc bizonyos stílusai mást is követelnek, tehát könnyebben tudtam alkalmazkodni hozzá. És a lehetőség ott volt az, hogy hát mehetek esetleg tanítani. És akkor elvégeztem a képzőt, és a képző elvégzésével párhuzamosan a fővárosi, akkor még tanács, művelődési osztályának az előadójának a külön engedélyével kezdtem már itt 1980-ban a táncoktatást Újpesten. Szép, de közben meg ugye mesélt a műszaki tanulmányairól, tehát akkor az ki is esett, hogy esetleg azt csinálja. Nem, most azért akadtam meg, mert akkor születtem 1980-ban, amikor maga elkezdett táncot. Igen, már sok ilyen keresztbeállás van. Van, aki akkor született tanítvány érdekes módon, amikor ugye a főiskolát végeztem, vagy amikor érettségiztem. És azok is már ugye, hát nem a, elnézést, nem azt mondom, hogy nem, hogy idős, de nem a, úgymond fiatal, tehát nem a középiskolás korú közé tartoznak. Hát én 72-ben végeztem az IBÜ Miklós műszaki főiskolát városgazdászként, és utána
elkezdtem tervezőintézetbe dolgozni, és a katonaság után a FÖM terve, Fővárosi Mépítési Tervező Vállalatnál helyezkedtem el. A közműves területen csatorna, elsőlegesen víz, gáz, ilyen jellegű tervezéssel foglalkoztunk. Igen, ott van 8 év akkor, amíg elkezdett táncot tanítani. Igen. Én párhuzamosan, tulajdonképpen a főiskolás koromban kezdtem el intenzíven a versenytáncolást, az első éves főiskolás koromtól kezdődőleg, és hát nagyon sok időt jelentett, lekötöttséget. Általában az volt, hogy ugye délutánonként edzés, heti 5 alkalommal volt, 7 napból ugye 5 alkalommal volt edzés, balett, meg versenytánc, és ez azt jelentette, hogy hétvégeken, délelőtt, délután, amikor volt, és akkor még volt délelőtt foglalkozás is, tehát főiskola is, tehát nem szombat volt, tehát délelőtt be kellett menni a főiskolára, délután már készültem a következő hétre, tanultam, gyakorlatokat oldottam meg, és este mentem mondjuk próbára. Napközben, vagy hétközben az volt, hogy mondjuk szerdán bent voltam a főiskolán 3-4-ig, és akkor utána hazamentem, valamit esetleg pihentem, ettem valamit, és akkor 6 órára mentem edzésre. Sikeres versenytáncos van? Én úgy hiszem, hogy mondhatom azt, hogy igen. Biztos, hogyha a körülményeim, lehetőségeim még pozitívebbek, akkor még szebb, még jobb eredményeket érhettem volna el, de hogyha azt mondom, hogy elég sok versenyen nyertem, abszolút országos bajnok voltam B-osztályban, ami elég úgymond ritka, hogy valaki mind a két stílusban egyszerre. Yes, hogy B-osztályban. Ez különböző osztályok vannak a versenytáncban. A mi időnkben D2-től kezdődött, D2, D1, C, B, A és Sonderklasse, vagy nemzetközi osztály, így jött fel a különböző osztályok, és a továbbjutástól függően kerültünk fel, hogy milyen eredményeket értünk el, és régen az volt, hogy csak azok igazából tudtak hamar felkerülni, akik döntőbe kerültek a versenyen. És hát én az alacsonyabb osztályokat úgy végeztem, hogy egy év alatt 3 osztályt léptem, tehát a D2, D1C-t egy év alatt léptem, utána 2 év alatt léptem a B-osztályt, úgyhogy a második évben, abban az évben végigvertem az egész mezőn, tehát mindig nyertem, vagy dobogós voltam, és a végén országos bajnokként mentem át A-osztályba, aztán jött a katonaság, katonaság után kezdtem újra fel kellett építenem a versenytáncos múltamat, mert ugye akkor már úgymond leírtak, hogy hát volt egy földházi, oké, rendben van, de ki ő. És be kellett bizonyítani, hogy én tudok táncolni. Új partnerekkel szerezni egy megfelelő partnert, akivel ugye tudok produkálni. És eljutottam azért a Sonderklasséig, úgyhogy országos bajnokságon, Szavárján, a magyar részben döntőbe tudtam táncolni, szombathelyi versenyen is táncoltam, nemzetközi versenyekre is egy párra ki tudtam jutni. A versenytánc az ezek szerint ízig-véli sport. Azért feszegetem ezt, gondolom, meg azért is térek vissza, mert ez a jégkorong versenytánc párhuzam, furcsa. Igen. Hát a versenytánc az ízig-véli sport? Hát, hogy mondjam, én nekem van egy olyan elméletem, és talán lehet, hogy közelebb állok a gondolatommal a valósághoz, mint sok esetben a mostani elgondolások. A versenytáncot azért tették be a sportok közé, mert abban reménykedtek nemzetközi szinten, tehát a Nemzetközi Szövetség, hogy így be fog tudni kerülni az olimpia keretébe. Sajnos rá kell jönnünk, hogy téves volt. Nem valószínű, mert ugye megvan... De ő szerint ott a helye? Vagy ott lenne a helye? Hogy mondjam, mutatóság szempontjából azt mondom, hogy igen. És van sportértéke. Mindenképpen van sportértéke. Mert hogyha csak a művészi tornát, vagy a szinkronúszást, egy-két dolgot mondok, a jeges dolgokat veszünk, ugye, akár a páros vagy a jégtánc részét, tehát nem is a szólót vesszük bele. Nyilvánvaló, hogy valamilyen formátumban van, és van sportértéke, mert nagyon kemény munkát igényel. De az én véleményem szerint
egy kicsit talán akkor ez elhibázott volt, mert igazából ez, hogy mondjam, sportszerű művészet, vagy művészeti sport. Tehát maga a tánc, és talán jó példa erre akár a jégen a jégtánc. Sokszor az előadással nyer, és nem is biztos, hogy maga az effektív tudás. Egy táncos könnyen beleszeret a partnerébe? Nem minden esetben. Nekem például soha nem volt, most nem azt mondom, hogy nem próbálkoztam partnereimnél, hogy kapcsolatot teremtsek, de nem jött össze. Tehát nem erőltettem. Megvan a lehetősége természetesen is, azért nagyon sokszor, főleg aki a normál táncból indul el, és nem a versenytáncnál, tehát a normál táncból lép át a versenytáncba, ott azért először kialakulnak ezek a kapcsolatok. Jó, csak azért is kérdezem, mert hát ugye nyilván ez egyfajta intimitást igényel, ráadásul gondolom, aki versenytáncos partner, jó sokat együtt vannak, ez persze oszthatja pont, vagy a viszájára is fordulhat, de ez egy természetes folyamat. Igen, ugye, más a viszonyuk, mint... Természetesen, szóval alapjában... Én azt szoktam mondani... Én biztos beleszeretnék. Azt mondanám, hogy... itt is ez két oldal. Az egyik oldal az, hogy nagyon sok pozitívuma van. Mert tény is való, sokkal felszabadultabb a viszony, ha két ember között életbeni viszony is van, magánéletbeni viszony is van, másképp áll hozzá. Én amikor balettra jártam, és emelgetni kellett a lányokat, és hát volt, amikor olyan helyeken is meg kellett fogni, amit nem biztos, hogy natur, civil életben ugyanezt, akár nekem, vagy akár bárki másnak megengedték. Igen, mert a balett egy kicsit más, nem? Igen, tehát, persze, az... de a versenytáncban is vannak olyan fogások, tartások, persze. Ha nem is olyan, mint a balettben, ahol követel egyfajta ilyen jellegű intimitást. Mm. Pontosabban nem is az intimitás átlépését, mert itt erről van szó. Ugye Henné néni azt mondta, hogy itt most nem arról szól a dolog, hanem itt, hogyha te kiállsz, akkor neked el kell játszani az, hogy ti ketten együtt vagytok. Na hát, nem lőttem akkor annyira mellé. De abban a pillanatban, ahogy kimész, akkor lehetséges, hogy az egyik oldala, a másik oldalra megy. És megszűnik. De színház. Ott belül el kell játszani, ha más nem, a színpadon. Mm. És ez teljesen mindegy, hogy versenytánc vagy színpadi tánc. Tehát nekem, ha nincs is érzésem a partnerem irányába, mert nekem másfelé van is neki is, ott bent el kell tudni játszani. Más az természetesen, ha van. Az megint a rezonancia, amiről szó volt már, ugye, hogy a két C hang megszólal. Összerezonál. És hogyha összerezonál, elképzelhető, hogy magasabb szintre kerül, és nagy valószínűséggel, de van egy problémája, hogyha ez a rezonancia megszűnik, akkor diszonancia lesz belőle, és ha akármelyik területen diszonáns dolog kialakul, tehát akár a magánéletbe, az hat a táncra, a közös munkára, vagy hogyha a táncban alakul ki a diszonancia, akkor az a magánéletbe is hat. Tehát lehet, hogyha táncosként nem bírják egymást elviselni, és összevesznek, mert az egyik mondjuk jobb képességű, a másik nem, és nem tudják egymást tolerálni, vagy mind a kettő nagyon akar, és azt akarja bizonyítani, hogy én vagyok a jobb, rengeteg variáció van. Hiába vannak a magánéletben is belemennek ezek a problémák, és szétszedi a párt a magánéletben is, és természetesen fordítva a táncos életben is. Feleségének van köze a tánchoz? Ezt mindig meg szokták kérdezni. Van, de még sincs. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen egy táncos fellépés után ismertem meg, tud táncolni, vagy ő azt mondja, hogy tudott táncolni, ameddig engem meg nem ismert. Mert utána azóta fél, igen. Pedig mondtam azt, hogy nem kell félni, mert én nekem nem az kell, hogy én jobb vagyok, hanem... és ez mindenkire érvényes, hanem én nekem kell alkalmazkodni, jobbnak kell alkalmazkodni mindig a gyengéphez, a rosszabbhoz, a kevesebb tudásúhoz. És én nekem az a volna, és mindig ezt is mondtam, hogy ha én egy tanítványhoz odaállok,
akkor nekem nem azt kell bizonyítani, hogy én vagyok a tánctanár, hanem azt, hogy én hogy tudom őt vezetni, és ő hogy tudja megtanulni. Jó volna, hogyha már valaki letáncolna engem. Jó lenne, jobb. Vannak olyan tanítványok, akik szép eredményeket értek el. Több mint 30 éve tanít már. Igen. Most azt egy emberöltőnek mondhatjuk, nem? Olyan 35, hát, 35. 30, ez a 32. szezonom, szeptemberben volt a 32. szezon első fél éve. Most lesz a második fél éve egyébként, február 3-án indulunk az új tanfolyammal 17 órakor a gyermek és ifjúsági házba. Tehát akit majd esetleg érdekel ez a tánc, és érdekessé tudtam tenni, és felkeltettem azt, hogy meg szeretne tanulni, táncolni, szeretne egy ilyen végül is kapcsolatot teremteni egymással, azokat mind szeretettel várjuk, természetesen nem csak az első órán, hanem azután következő órákon is jöhetnek majdan. Van olyan, hogy van olyan, hogy szülőt is, meg már a gyermekét is tanította? Nem is egy. Tehát ez már generációkról? Most már mondható, ugye 80-tól tanítok, ugye ön mondta azt, hogy hát körülbelül az időszak? Hát igen. Ugye ez azt jelenti, hogy azért 32 év, igen. 32. év. Már mondhatom így, hogy az életemnek több mint az 50%-át Újpesten töltöttem így tanítással, és a kevesebb az, ami előtte volt. Tehát maga már bőven mondhatja, hogy már apád is botlábú volt, fiam, mert hogy akkor... Ilyet nem mondok. Ilyet maximum azt mondom, hogy jó bicskám van, és jót tudok faragni abból a bükkfalából is, és teljesen mindegy. Az az igazság, hogy nekem nincs olyan, hogy botfaláb, vagy nincs az, hogy nem jó a zenei érzéke. Mindent lehet fejleszteni. Nagyon sok olyan tanítványom volt, és van is, és most is vannak olyan tanítványok, akik esetlegesen hosszabb ideje járnak hozzám. És olyan szintről indultak, hogy ha valaki megnézte volna őket, azt mondta volna, hogy te jó Isten, ez mit akar? És most már eljutott oda, és nem egy van, volt olyan, aki például versenyzett, és eredményeket ért el, és van olyan, aki már lassan az egyik legjobban csinálja a csoporton belül. Az akarat, a gyakorlás, a hit, hogy ezt megcsinálom, és a hit, hogy amit mondanak, azt kell megcsinálnom. Ez nagyon-nagyon sokat takar. Az ön fia is táncol. Igen. Tehát nem lehet elmondani ezt se apjáról, se a gyerekről, hogy botláb. Igen. Hát ő járt ki hozzám, tehát megtanult. Én szerintem elég jó tud táncolni. Most az ő elfoglaltsága miatt ugye nem tud a klubos részeken részt venni. Vannak neki is természetesen javítandó dolgok. Hogy az ő elfoglaltsága miatt? Hát ő egyetemre jár. Ja. Mellette, és hát az fontosabb, meg most alapjából a másik dolgot is, amit csinált, ő ír steppre is elment, és azt én úgy vettem észre, csodálkoztam is rajta, hogy milyen szépen fejlődött, hogy nagyon-nagyon jó színvonalon megtanultam. Én is imádtam a steppet, és hát nem egy könnyű dolog. És ő nagyon-nagyon mondhatom azt, hogy a ráfordított idő, ráfordított energia függvényében nagyon-nagyon jó színvonalon űzi, műveli. És hát időnként tényleg egy-egy ilyen bemutatón, ami most lesz 27-én, jövő hét pénteken az ifjúsági házba, akkor általában szokott egy-egy számmal szerepelni, hogy egy másfajta műsor legyen, ne csak társastánc. Ezek a társastánc alaptáncok, amiket először megtanít, ezek mik? Hát, ugye van egy úgynevezett tánciskolás anyag, alaptánciskolás anyag, amit én úgy érzek, hogy szükséges, hogy megtanuljon egy ember a hétköznapi életbe. Van a standard európai táncok, a dél-amerikai táncok, angol keringő, tangó, bécsi keringő, slow fox, foxtrot, ide tartozik a polka, csárdás a standard táncokba. A dél-amerikai és észak-amerikai táncok közé tartozik a lassú tánc, a blues, a swing, a rock and roll, a samba, rumba, cha-cha-cha, és még egy-két ilyen divat táncokat is szoktunk csinálni.
pluszba párcserélős country tánc, akkor diszkót, akkor Madison-t, és szerepel most a tananyagunkban már olyan, ami a mai legmodernebb, úgymond táncok közé tartozik, most divatos alapmozgásban vesszük a merengét, a bachatát, és minimálisat a szalszát is, hogy szalsza jellegű dolgokat. Aztán foglalkozunk még mambóval, tehát nagyon sok mindent. Tehát akkor elmondhatjuk, hogy ez egy ilyen, nem tudom, kulturális világtúra, nem egy ilyen... Alapjában véve nyugodtan mondható az, hogy egy teljes palettát próbáljuk, amennyire lehet. Hát a másik csoport, ugye a klubos csoport, az még olyan helyekre is téved, ami manapság már kuriózum, hogy Charleston, mert ugye az nem nagyon szerepel. Tehát vagy palotás, polonéz, tehát rengeteg olyan tánc van, társasági tánc van, történelmi társas tánc meg, társasági tánc van, ami érték, és azt próbálom átadni. Hát az egyik gyerekem, egyik tanítványom, hosszú évek óta tanítványom, hogy mindig a francia négyest mondja, hogy hú de klassz volt, meg hú de jó. Szóval nagyon sok minden van, és mindenből lehet tanulni. Mozgást. Köszönöm. Én is köszönöm.